Sziasztok! A mai férfizónában arról szeretnék beszélni, hogy miért iszket a szakálunk, miért pirosodik az arcunk és egyéb dolgokról. Jöjjön az intro, gyerünk! Már elég régen megcsináltam az első szakállas videómat, és azóta folyamatosan kapok üzeneteket, akár Facebookon, Instán és YouTube-on is, két dolog kapcsán, hogy milyen szakállápoló olajokat használok, vagy balzsamokat, bár arról kevesebb szó esik, és hogy mit csináljatok akkor, hogyha viszket a szakállatok. Úgyhogy ezekre a kérdésekre fogok most válaszolni. Tegnap jutott eszembe, hogy megcsináljam ezt a videót, ugyanis palacsintát ettem, és a palacsintának köze van ahhoz, hogy miért viszket a szakállam. Bármennyire hülyén is hangzik, igen. A szakállolajok, balzsamok és egyéb termékek nagyon hasznosak, de ezek inkább kondicionálók, vagy úgymond regenerálók, mintsem, hogy segítsenek olyan dolgokban, hogy miért viszket a szakállatok, miért vannak piros foltok, miért korpásodik és egyéb ilyen dolgok. Három fő oka vannak, hogy miért viszket a szakállunk. Az egyik az időjárás, a másik a stressz, és a harmadik, hogy mit eszünk. Kezdjük is az elsővel, ami az időjárás. Ugye főleg ilyenkor ősszel-télen sokkal nedvesebb, nyírkosabb a levegő, fúj a szél, hideg van, úgyhogy ilyenkor alapból a bőrünk, bárkinek a bőre, akár szakálltalannak, akár nőnek, tényleg mindenkinek, ugye rosszul reagál az időjárásra, ilyenkor sokkal több krémet használunk, akár a kezünkre, akár az arcunkra, úgyhogy ez az egyik oka, amiért a szakállunkra is sokkal jobban oda kell figyelni. Úgyhogy ne ijedje meg senki, hogyha ilyenkor szárazabb a szakálla, vagy akár a bőre, ez egy természetes folyamat, az időjárásnak a folyamata, úgyhogy nem kell arra gondolni egyből, hogy másik szakállalaj kell, vagy többet kell kenni, ezt az időjárás okozza. Ilyenkor fokozottan oda kell figyelni, hogy hogyan ápoljuk a szakállunkat, reggel felkelés után és este lefekvés előtt is érdemes a szakállunkat bekenni olajokkal és egyéb kondicionálókkal, hogy visszanyerjék a rugalmasságukat, a nedvességüket a szakállak. Vagyis a ti szakállatok, szóval, hogy egyes számban. Na, értitek? A második dolog a stressz. Amit nektek kell tudni kezelni, és nektek kell megoldani, mert ezen nem segít tényleg se a kondicionáló, se semmi. Nekem sokszor van, hogy amikor stresszesebb az időszak, nagyon sok melón van, sokat utazok, még kevesebbet alszok az átlagosnál is, akkor simán van az, hogy a bőrömön, szakállomon és a hajamon is érzem, hogy nem olyan korpásodik, le akar esni az arcom, szárad, és egyébként most is látjátok, nem tudom, látszik-e, hogy ki van száradva, direkt nem kentem be semmivel, hogy lássátok, hogy milyen most az arcom, nem tudom mennyire látszik, de itt pirosak ezeken a részeken, itt is, bár ez most nem a stressz miatt van, hanem a harmadik dolog miatt, amiről nem sokára beszélek. A stressz az nagyon sok problémát tud okozni, nem csak a bőrötökön kívül, hanem belül belszerve is, akár a szívben, májba, mindenben, tényleg még a szemben is. Tehát nagyon-nagyon kell figyelni arra, hogy próbáljatok meg nyugodtak lenni, ami nyilván nehéz. Rólam sokan azt gondolják, hogy én egy nyugodt ember vagyok, ez félig igaz is, mert nem szoktam úgy nagyon idegeskedni, de belül meg egyébként elég sokat idegeskedek. Nagyon fontosnak tartok minden dolgot, nagyon precíz akarok lenni mindig, időre elvégezni a dolgokat, úgyhogy én saját magamat stresszelem, pedig nincs is főnököm, ami jó a szabadúszó életbe, de folyamatosan magam nyomom előre, úgyhogy saját magamnak keltek olyan stressz, amit egyébként nem szabadna. Úgyhogy erre nagyon-nagyon fontos figyelni, mert tényleg megbosszulja magát a dolog, és tényleg vannak olyan helyzetek, ami még talán jobb, hogy csak hogyha külsőre jön ki rajtatok, de hogyha belül vannak gondok, az nem jó, mert akkor elkezdesz gyógyszert szedni a hasadra, mondjuk, hogy folyamatosan fáj a hasad, vagy a szíved, vagy a fejed, vagy stb. És az simán minden lehet stressztől, úgyhogy próbáljatok meg, amennyire lehet itt a mai világban, nyugodtan lenni, levegőt venni, elmenni, edzeni vagy futni, próbáljatok meg valahogy nyugodt pillanatokat teremteni magatoknak, segítsetek a testeteknek, hogy lenyugodjon. A harmadik dolog pedig az étkezés, vagyis az allergia, amit talán egyébként egyszerű kezelni, bár hogyha olyanok vagytok, mint én, akkor elég nehéz és póró jártak, mint ahogy most látjátok rajtam, hogy
kicsit foltos a fejem, hogy miért van ez. Nagyon sokan nem mennek el allergológushoz, pedig mondjuk pattanásosak, vagy nem olyan a bőrük, korpásodik, stb. És nem gondolnak arra, hogy valamit változtatni kéne az étkezésükön, mert az okozza ezeket a problémákat. Én például gyerekkorom óta tudom, hogy laktózérzékeny vagyok, ami amikor 18-20 éves lettem, nagyjából elmúlt, a gyomrom már nem fájt, mert kiskoromban rengeteget fájt a gyomrom, viszont néha előjönnek rajtam ezek a piros foltok, ezek akkor vannak, hogyha tejterméket vagy pedig tojást fogyasztok. Egyébként ez is tökre változó, mert valamikor mondjuk megeszek 2-3 túrórudit, és nem történik semmi, valamikor meg megeszek egy túrórudit, és rá fél órára már érzem, hogy viszket, piros, fáj. És itt jön be az első két dolog, amiről már beszéltem, hogy ezeknek a háromnak az ötvözete okoz elég sok minden, és hogyha ez a három egymásra tevődik, akkor ezekből sokkal nagyobb robbanás történhet. Tehát, hogyha mondjuk nem vagyok stresszes és jó az idő, és megeszek egy túrórudit, akkor nincsen semmi bajom. De hogyha már rossz az idő, és mondjuk megeszek egy túrórudit, akkor már kis bajom lehet. Viszont, hogyha stresszes is vagyok, és rossz az idő, és megeszek egy túrórudit, akkor még nagyobb bajom lesz tőle, és még jobban látszik, és még jobban viszket az arcom. Mondjuk most nem tudom, miért a túrórudiról beszélek. Egyébként tegyem mindenki kockás rudit, mert az a legfinomabb. Na mindegy, szóval igazából a palacsintáról indultam ki. Ott ugye van benne tej is, tojás is, és hiába próbálok laktózmentes tejjel készíteni palacsintát, a tojás akkor is benne van, azt nem tudom kikerülni. Egyébként szerencsére belszervű gondom nincsen, csak az arcomon jön ki ez a piros volt, de ez épp elég, és ezért gondoltam, hogy csinálom ezt a videót most, hogy lássátok, hogy nekem se tökéletes a szakállam, az arcom, és ez egyéni döntés kérdése, hogy azt mondod, hogy megeszel egy palacsintát, és akkor ilyen lesz az arcod, vagy inkább nem eszed meg azt a palacsintát, és a bőrödet próbálod folyamatosan tisztán tartani, vagyis igazából nem a bőrödet, hanem az egész testedet. Úgyhogy hát ez egy olyan dolog, amivel együtt kell élni, és mérlegelni kell azt, hogy most belefér-e az az egy falat, vagy inkább nem, és kicsit szenvedsz. És ez a dolog az, amit nem lehet se krémmel, se olajjal, se semmivel meggyógyítani, vagy helyre rakni. Szóval igazából nem kívül van a gond, hanem belülről sugárzik kifele a gond. Úgyhogy először légy tisztában azzal, hogy mi az, ami okozza ezeket. Remélem ezzel a videóval sikerült eloszlatnom pár mitoszt, és tudtam segíteni nektek, hogy miért viszket a szakállatotok, miért vannak rajtatok esetleg piros foltok, és hogy mit tegyetek ez ellen, vagy mit próbáljatok megtenni, és mire figyeljetek, hogy ne legyen ilyen gondotok. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljatok, és minden. Tök jó lenne most már lassan elérni az 1000 feliratkozót. Úgyhogy lájkoljatok. Sziasztok!